Hát ez elég egyértelmű. Sokszor inkább az ellenkezőt szokták megkérdezni, hogy nyáron, téli gumiban milyen veszély van. De ugye itt a guminak az összetétel a legfontosabb tényező, ami az, hogy a nyári gumi az sokkal keményebbre van csinálva, teljesen már nem olyan puha, mint a téli gumi. Ez azért van, hogy pont akkor éri el a megfelelő összetétet, mikor arra a hőmérsékletre felmelegedik nyáron. Ezért télen nagyon kemény lesz. Ez az első az összetételből adódó dolog. Nagyon kemény lesz és nagyon könnyen megcsúszik. A másik a recékből is. Tehát ugye mások a nyári guminak a recéi, másképp van felépítve az egész gumiabroncs, téli másképp, ami a legszembetűnőbb és ami a legjobban megkülönbözteti a kettőt, az az, hogy a téli guminak a recéi, azok a darabok rajta szépen így be vannak vagdosva, mint a seprő effektus, szétnyílnak az aszfalton. A nyári gumi az egybe van ott az a bizonyos rece elemek, ezért a csúszós aszfalton az összetétel mellett ez is akadályozza, hogy nem tud akkora tapadás lenni.